Sziasztok, én Kondala vagyok, és ebben a videóban bemutatom, hogyan tudtok egy Minecraft 1.1.2-ről Bakito szerver csinálni pluginokkal együtt. Nos, először is menjünk fel a www.bakito.org-ra. Itt még nem jött ki itt a Get Craftbook-nál a legfrissebb verzió, erre a topikra kell rákattintanunk. És itt le tudjuk tölteni a CraftBucket Files 1.4.2-re. Megőrzés. Addig meg kell nekünk egy parancs, amit egy txt fájlba kell bemásolnunk, méghozzá itt a Get CraftBucket-nál ez. Ctrl-C-vel ugye kimásoljuk, és legyen itt egy új, mondjuk szöveges dokumentum, mondjuk start. De láthatjátok, hogy nekem már megvan az a bucket, csak megmutatom, hogyan tudtok csinálni. Látom, azt hiszem, hogy letöltött a jar fájlunk. És ide Ctrl-V-vel bemásoljuk ugye a kijelölt szöveget, elmentjük, és a fájlt átnevezzük txt-ről bat-ra. Mappa. Bucket 2. Ezt ide. És akkor elvileg ugye töltötte nekünk. Egy jar fájlt ide. Itt van. Itt a jar fájlt át kell neveznem simán craftbook.jar-ra. És aztán ezt itt elindítjuk. És ugye most elkezdi legenerálni a világot. Ez egy olyan, hát attól függ, milyen gyors a gépetek, ez lehet mondjuk 1 perc, lehet 5 perc. Rendben, most ugye láthatjátok, hogy ide kimásolt pár darab mappát és szöveges dokumentumok, meg egyéb fájlokat. Nos, ugye ez a sima world, az ugye a világ, a world nether ugye a egyértelműen nether, ez meg a end. Ide kell, hogy beraknunk a pluginokat, de először elmondom, mivel mit lehet csinálni itt. Ugye a banned IP-nél, hogyha beírunk ilyen IP címeket, akkor azokkal, azon az IP címen nem tudnak feljönni a játékosok a szerverre. Banner Players-nél ugyanez, csak ott Minecraft-os nevet kell beírni. Aztán itt van nekünk az Ops.txt, ugye? Hogyha ide beírjuk a nevünket, vagy másnak a nevét, akkor szerveren tudnak használni parancsokat. Ugye az alapvetőket, meg amiket a pluginnal majd berakunk. Aztán van nekünk a Server Properties. Nos, ez a szinte a legfontosabb része. Itt tudunk egy csomó mindent beállítani a szervernek. Például, hogy legyen nedőr, mi legyen a világnak a neve, Smörd. Hogyha mondjuk azt tegyük be, mondjuk, hogy fasírt, és egy ugyanúgy ez a world marad, akkor legenerál egy olyan világot, hogy fasírt. Akkor, hogy tudjunk-e repülni, hogy ne dobjunk a szerve, hogyha mondjuk repülünk. Ugye a seed, IP, maximum építési magasság, pontosan NPC-ket, legyen a whitelist, alattok az pontosan, legyen hardcore, legyen a texture pack, hogy, ja igen, még ez a legfontosabb, ez az online mód. Már milyen tudom, hogy tudjátok azt megcsinálni, hogy többen is felgyertek erre a szerverre, mert így csak te tudsz.
hogy esetleg akinek a barátaitok közül nem eredeti a Minecraftje, az, hogyha így van az egész szerver, nem tud feljönni. Ahhoz ezt itt át kell állítani true-ról false-ra, és akkor már ő is fel tud jönni. Legyen a PvP, milyen nehézségi fokon legyen mindenki, az elején milyen game módban legyen, maximum playerek, legyenek sprontozva a szörnyek, generáljon a építményeket. Ennyi. Ugye a whitelist, ez nagyon fontos dolog, főleg mob építőknél, hogy ide beírjátok az, azokat a nev, azoknak a játékosoknak a nevét, akiket szeretnétek, hogy feljöjjenek a szerverre, és akiket nem jutottok be ide, és aktiválva van a whitelist, az nem tud feljönni a szerverre. Akár el van indítva, akár nem. Nos, ahhoz, hogy a szerveretekre, most ahogy mondtam, kell egy program, amivel a szerveretekre több játékost is meg tudtok hívni. Ez egy segédprogram, aminek a neve Hamachi. Nos, nem kell mindenképpen felmennünk a logmaint főoldalára, elég Google-be bejön egy Hamachi, ott is már van 100 000 vagy találat, menjünk rá az elsőre. Jó, erre is. Most írja, hogy elkezdett. Igen, le is töltődik. Ja, igen. Nem is. Jadaj, azt a letöltések. Ezt elindítjuk. Igen, most így engedélyezzük. No thanks. Köszönöm, ezt sem kérem. És most fogja beadni a reklámot, már rákattintottam az X-re. Igen, most fogja installálni a Hamachit. Ugye a... Hoppa. Trójai program blokkolva. Úristen. És akkor kimásolta ide nekünk ugye a Hamachinak a telepítőjét. Ezt feltelepítitek. Nekem már megvan ugye. Hogy oké, beállítod, hogy hova akarod menteni. Oké, és feltelepíted. Nos, akkor mondhatom, hogy Hamachin, hogy tudok akkor együtt kapcsolatot létrehozni. Ugye a Hamachi az arra való, hogy egyes számítógépek között lanszerű kapcsolatokat tudjunk létrehozni. Ezért csinálom mondjuk egy új hálózatot. Mondjuk legyen az a neve Hamachi Test 43, de egybe. És 1, 2, 3, egy nagy jelszó. Na, hogyha a balzatok is együttötte már a Hamachit, akkor itt van a házatnak csatlakozása meglévő házathoz, ide beírja ugye, hogy Hamachi Test 43, meg a jelszót, és akkor kapcsolatban vagytok egymásra, és már is fel tud jönni a szerveredre. Persze vannak ilyen Hamachi nélküli megoldások, de abban nem akarok most belemenni. Azok szerintem bonyolultabbak. Na, és akkor a végén jöjjenek a pluginok. Azokat itt tudjuk megtalálni a Get Plugins-nál. Most válasszuk, és itt be lehet írni, hogy ugye a nevét, hogy mit keressen, itt, hogy milyen témában legyen, ezt nem tudom micsoda. Mondjuk kezdjük a legegyszerűbben Word Edit. Itt is van.
Egyébként a modok mellé, és nem modok, pluginok mellé mindig le van írva a kategória. Le is töltődött nekünk. Köcsken nekünk. Jó. És akkor most ugye letöltötte, itt van. Ezt nyissuk meg. Plugins. És a plugin akár your file-ba van, akár winner file-ba van, akár csak egy sima jar. Mindenképpen csak a, vagy nem mindenképpen, hanem elég csak a jar-t berakni. De általában ezt is be szoktam még rakni hozzá, nem tudom, nem próbáltam nélküle. Most, és akkor elvileg készen van a szerverünk. Ugye most ugye ellenőrzi meg, átnézi a világot. Minél többször csinálják egyébként, minél többször indítjuk el, annál kevesebb ideig fog tartani ez az egész. Jól van indítva, akkor próbáljuk ki, hogy fel tudunk-e rámenni. Ja, igen, és elfelejtettem, hogy nézzétek, a Hamachin van egy fönt egy IP. És ez a szervernek IP-je. Tehát mindjárt megmutatom, mikor beléptem. Hogy úgy tudtok magatoknak itt csinálni a szervert, hogy itt van a multiplayer, a szerver, bejártok mondjuk a saját szerves ide, meg bejártok az IP címet. Most meg ilyet is lehet benne, egyébként itt van. Működik. Próbáljuk, hogy működik el a... Ja, tényleg nem tudok írni. Nem tudom, valamilyen... Mi? Ja, igen, tényleg. Talán oppot kéne adnom magamnak. Meg nem tudom, mi van. Most nem fogom bemutatni a parancsokat fölredíthez, de egyébként működik. Csak nem tudok valamiért chatbe írni. Vagy annak már más gombja van. Control 333. Mentés. Most indítsuk el. De tényleg megnézem. Controls. Ez a slash. És hol van a chat beírás? Ja, nem állítottam be magamnak. És elvileg el van indítva. Most generálja ugye a nethert. Most az end. Jó, menjünk felre. Legyünk ugye kreatívak. Csak kell, hogy ilyen lassú. Elvileg akkor működik ez. Igen, működik az... izé... Na! Word Edit. A szuperbik arra jó, hogy minden blokkot együttéssel ki tudunk bányászni. Meg a fát is. Na, akkor úgy látom, hogy működik. Működik. Hát akkor körülbelül ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel, továbbra is vártok ilyen és más típusú videók. Addig is, sziasztok! Konderral voltam.